Turisztikai konferenciát rendeztek Vásárosnaményban. Filip Sándor polgármester kiemelte, a település látogatottságát segítheti az elmúlt időszakban kialakított minőségi szálláshelyek és éttermek, amelyek vízi és kerékpáros úton is megközelíthetőek. A beruházásokra topos és GINOP forrásokat is nyert a megye, különböző fejlesztésekre pedig összesen 2 milliárd forint érkezik Vásárosnaményba. Nem csak Vásárosnaményt, hanem az egész Szatmárt is bereget, hiszen ez a térség a turisztika központja, egyfajta turista paradicsommá válhat, pontosan a vizek által, hiszen Vásárosnaményról mindig el szoktam mondani, hogy 4 folyó ölésében fekvő kisváros, és ezzel a lehetőséggel nem élnünk, nem visszaélnünk, hanem élnünk kell, hiszen meg kell tanítanunk a gyermekeinket úszni, evezni, és megismerni ezt a csodálatos tájat. Épp ezért a mai rendezvény a legjobb helyszínre került. A Magyar Kajakkenu Szövetség, mint aktív fejlesztő, az elmúlt években feltérképezte hazánk hajózható vizeit. Ezek alapján alakítottak ki egy vízi turisztikai fejlesztési stratégiát, közölte a Sportrendszer Kft. Ügyvezetője Vásárosnaményban. Antal Ferenc hozzátette, a beruházásokat különböző turisztikai szervezetekkel és önkormányzatokkal közösen valósítják meg. A tervek között szerepel 90 vízitúra megállóhely fejlesztése, ez a következő 1-2 évben pedig 150-re bővül majd. Ezeknél infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés várható, valamint feladat még a minőségi szolgáltatások megteremtése a vízpartokon. A cél, hogy Magyarország hajózható vizei mellett 21. századi körülmények fogadják a túrázókat. Csak a Felső-Tisza vidéki megállóhelyekre 400 millió forintos forrást biztosítanak. A Felső-Tiszán ugye hagyományai vannak, nagyon nagy hagyományai vannak a vízi túrázásnak. Ezért, amikor elindult ez az egész fejlesztési elképzelés, akkor ezt a felső-tiszai projektet vettük első prioritásként. A Kajakkenu Szövetség a Tisza folyó mentén végez fejlesztéseket, és különböző megyei önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal, pedig a Tiszának a mellék folyói, a Szamos, Túr, illetőleg a Bodrog is különböző pályázati forrásokon keresztül vizitúra megállóhely fejlesztésbe részt vesz, és vizitúra megállópontok kerülnek kialakításra. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kiemelt régió, és még az öntúlmenőleg elsőként is fog itt elindulni az egész vizitúra hálózat, amit országosan szeretnénk 2020-ig megvalósítani. Pap Csaba megyei jegyző a rendezvényen kiemelte, még 2012-ben alakítottak ki egy megyei területfejlesztési koncepciót, amelyben jelentős szerepe volt a turizmusnak. Már akkor megfigyelték, hogy nem egy-egy várost vagy programot kell támogatni, hanem tájegységenként kell fejleszteni. Ennek köszönhető, hogy jelenleg mintegy 4 milliárd forintból 4 desztináció mentén várhatóak majd a különböző turisztikai beruházások.